scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music, well that's more than fantastic. I'm a lover, the dancer, she might love the job or I'm too high. I can't stop dancing because I don't wanna go. I'm a lover, the dancer, it's one more night. Dancing fever slowly opened the door, and it's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking, my ride is here and waiting. She looked at me like he's all mine, no one's leaving, it's your time. I'm a lover, the dancer, she might love the job or I'm just high. Can't stop dancing. Vendégünk a stúdióban Bálint, szia! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Több változata is készült ennek a dalnak, ez most már a negyedik, de hát ugye neked köszönhető ez a végleges változat, és az, hogy végül is nem vetettétek el ezt a dalt, és mennyire jól tettétek, mert elképesztő lett. Én amikor meghallgattam, nem is gondoltam volna, hogy ez egy magyar dal, világsztárok ugye Magyarországon. Hogy született meg ez a dal? Köszönöm szépen a kedves bókot, igen, ez a Dancer címet viselő legújabb dalunk. És hát az alkotó folyamat az úgy néz ki nálunk, hogy vagy Máté, vagy Iván írja a szövegeket, és utána ők közösen duóban egy ilyen valami alapot létrehoznak, és ez most sem volt másképp, és akkor ezeket átküldik nekünk, és akkor mi így ötletelünk rá utána külön, meg aztán közösen is. És ugye nagyon nagy büszkeségünk, hogy a saját stúdiónk elkészült, és ott már Balla Máté, aki a gitárosunk, ő a producere az egész anyagnak, így ennek a dalnak is, és nagyon büszkék vagyunk rá amúgy, meg azért más egy ilyen saját magunk által producerelt anyagot kiadni, mert ugye, ha esetleg rossz, akkor tudjuk, hogy mi vagyunk rosszak. De hál' Istennek egyelőre nagyon jók a visszajelzések. Úgyhogy ez most nagyon izgi nekünk, és a gitárének demo, annak semmi köze nem volt ehhez, és utána elkezdtük, én rádoboltam a gitárének demóra, az elindult valamilyen irányba, utána a bandával közösen csináltunk egy verziót, amiben megegyeztünk, hogy borzalmas, és félre is tettük, és akkor aztán egy pár héttel később újra elővettük, és nem igazán jutottunk vele semmire, addig a pontig, amíg nekem volt egy ilyen ötletem, hogy ezt amit a szintit hallottok az elején, hogy az így valahova kerüljön be, és az így elindított egy olyan hullámot, ami végül az összes dalra megadta ezt az ilyen stadion rockos hangulatot. És készült volna egy ötödik változata is, mert Iván elkezdte magyarul is megírni a szöveget? Igen, ezt honnan tudjátok? Mindent tudunk. Jók az információt. Igen, azzal is jó sokat szenvedtünk, igen. Majd ennek egy nagyon jó pofa története van ennek a dalnak, a dalszövegnek, és hát nyilván az előző lemezünk magyar volt, de az egy ilyen Covid lemez volt, mert ugye itthon ragadtunk sajnos a pandémiában, és most ugye mindenképp vissza akartunk térni az angolhoz, de Iván azt érezte, hogy lehet, hogy van benne egy ilyen magyar svung is, és az végül nem lett, és az egész lemez amúgy angol lesz. Még egy picit szerintem jobban beszéljünk, vagy többet beszéljünk erről a bizonyos lemezről, angol lesz, ahogy már említetted, de egyáltalán honnan indultok el, hova fog kifutni az egész anyag? Ez az ilyen stadion rock, mint jelző. Mi kellen nektek a stadion rock? Mert hogy én elképzelek mondjuk egy stadion rockot, de neked mit jelent a stadion rock? Igazából ez sok mindent, zenében is, meg megjelenésben is, meg hangzásban is egy ilyen grandiózusságot jelent. Egy picit egy ilyen elemelkedést így a valóságtól. És ugye most a színpadi megjelenésünk is ilyen arcfestéssel. Meg a videóklipben is. Videóklipben is ilyen arcfestéssel bővül, és ez igazából már így félig egy ilyen jelmez, amiben most vagyunk, és közben meg azt érzem, hogy ez lesz a legjobb lemezünk eddig. Úgyhogy igazából stadionokban szeretnénk játszani ezeket a számokat. De most a következő az a Budapest Park lesz. Félibedi stadion egyébként. Igen, amúgy méretileg igen. Ahol majd lesz ugye egy új tagja is bemutatkozik a zenekarnak. Elárulhatod már, hogy ki lesz? Elárulhatom. Na, végre! Ki lesz? Na. Szőke Barna lesz a Qualitons gitárosa, és
én megtartottam jó szokásomat, hogy ugye Springer Marci az előző basszusgitáros is gitáros volt alapból, úgyhogy most én így áttranszformálom a gitárosokat basszusgitárossá, hogy tudjak velük zenélni, vagy tudjunk velük zenélni, de nyilván nekem dobosként talán a legfontosabb, hogy ilyen szimbiózis legyen a basszusgitárossal, és ugye Barnával egyrészt nagyon régóta jóba vagyunk, amúgy a Covid-ban írtunk közösen egy lemezt, ami nem jelent meg soha, és lehet nem is fog. Abban is nagyon sok ilyen, tehát az egy kb. Egy ilyen baráti társaság, ilyen budapesti zenekarok összejöttek, és írtunk egy lemezt. Szóval ott is már dolgoztunk együtt, és én amúgy óriási Qualitons rajongó vagyok a mai napig, úgyhogy ez egy ilyen, akár úgy is mondhatom, hogy megtisztelő, hogy elvállalta, és nagyon-nagyon jól megy a közös együttlét. Akkor jó energiákat hozott most a csapatba? Nagyon, meg ugye Kalmár Boti, aki jött billentyűsnek, most így azt érezzük, hogy most így újra egy tök új zenekar van. Hiába mi Iván Máté meg én ugye már a kezdetektől vagyunk, meg alapítók vagyunk, de most ez egy teljesen új csapat, teljesen új energiákkal, teljesen új zenei ilyen stílussal, tehát ezt az ilyen kicsit ilyen modern 80-as évek hangulat, amit most csinálunk szerintem. Úgyhogy ez most nagyon izgi, és jól is érezzük magunkat benne. És hát holnap lesz a nagy nap, hogy már említettük, a Budapest Parkban tudtok aludni majd éjszaka szerinted? Meg tavaly 4000 főre lőttétek most be, mi az a volt cél? A terv, most mi volt a cél? Most az volt a cél, hogy ezt megint érjük el, és azt hiszem, hogy megvan. Megvan, szuper. Még annyit szeretnék mondani, hogy ugye csak hogy kérdezted, hogy mennyire izgulok, hogy most így olyan jó kis ilyen család lettünk már így az évek, meg már talán másfél évtized folyamán, hogy ez a választott család, ez így támogatja egymást, és ugye nagyon keveseknek adatik meg, hogy normális családjuk legyen, de nekem meg kettő is adatott, mert a zenekarom a választott családom, és amúgy a szüleim most is nézik ezt az adást, és tökre örülök, hogy ők is így támogatják ezt az egészet, meg amúgy ott lesznek holnap a parkban is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ott lesznek. Ez egy ilyen megható dolog. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, és hát jó bulizást kívánunk holnapra. Köszönjük. Sziasztok.